Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. Egy utazásra hívlak benneteket. Az utazásunk úti könyve pedig a Szentírás lesz. A Szentírásnak a Jelenések könyvében írott igéi. Elég sok részt fogunk megnézni a Jelenések könyvéből. Ha van nálatok Biblia, sokkal hatékonyabb lesz, mármint ilyen írott ki tudják nyitni, mi miután következik. Ha nem, akkor majd szükségetek lesz egy kis házi feladatot csinálni. Azaz meghallgatni majd még egyszer, és venni a fejezeteket, és olvasni mellé Isten igéjét. A cím, amit Isten szívemre helyezett, és nagyon szinkronban volt a dicsőítés, gondolatvilága is, látni fogjátok, sok ige vissza fog jönni, amit fel fog olvasni, amit énekeltünk. Dicsőség az Úrnak érte. Vívottam egyébként, imádkoztam, hogy melyik legyen, amit Isten, milyen irányba kell mennünk. De ebben nyugodott meg a szívem, hogy az Úr erről akar beszélni. János barátommal is egyeztettünk, beszélgettünk az elmúlt időszakban ezekről az igékről. Reménység szerint ő majd a maga ajándéka szerint még fogja elővenni az ásót, és mélyíteni fogja a belátásunkat ezekben az igékben. Én pedig a magam ajándéka szerint igyekszem szolgálni felétek. No, hát a Jelenések könyve 4. fejezete első versénél kezdjük az ige olvasását, és majd a 11. fejezetre ugrunk, és innen nézzük meg Isten drága igéjét, és ilyen kérdést is majd föl fogok tenni, amire keresni fogjuk a mai találkozásunkon, az időt jól használva a válaszokat. Nézzétek Isten drága igéjét, Jelenések könyve 4. rész első verstől. Ezután láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. És az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szólt: jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam szellemben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneóhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig smaragdhoz látszott hasonlónak. Megállok egy percre, szeretném, ha érzékelnétek az Isten világának gazdagságát. Tehát ezzel a sok színnel próbál érzékeltetni a mennyei látomást János, hogy milyen gazdag az Isten. Mennyire, tudjátok, a színek, amikor a határaim vannak, a színek változnak, nem is biztos, hogy minden színre van szavunk. Csak maximum árnyalatokat tudunk leírni, éppen ez próbál jelezni, Isten kimeríthetetlen. Isten megismerése vége láthatatlan. Tehát nem lehet azt mondani, hogy már ismerem az Isten, mindig valami újat, valami csodálatosra méltót találok nála, de ő színes, különleges, tele van élettel, vidámsággal, szabadsággal az Isten világa, és nem pedig ilyen fekete-fehér. Mennyben legalábbis ilyennek látszik az Isten. Azt gondolom, nem baj, ha mi is így látjuk, meg láttatjuk. Ezért nagyon hálás vagyok, amikor egy istentiszteletem, vagy egy házi csoporton megjelenik a különböző színei az Isten megértésének, azon keresztül, ahogy mi vettük, vagy megértettük az Urat. Persze azzal az alázattal is párosuljon, hogy töredékes mindaz, amit mi vettünk, vagy megértettünk. És a többiek megértésére szükségünk van, hogy tágabb, szélesebb rálátást kapjunk az Isten világára. 8. verstől olvasom. 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele voltak szemekkel, ez a teljes megismerés látás szimbóluma, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták: szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő, az az örökkévaló. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat, egy sztefanoszukat, egy győzelmi koszorújukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Tehát minden a tiéd. Aztán a Jelenések könyve 11. rész 15-ös verséhez ugrunk, a 7. trombitaszó és a 3. jaj csapásaihoz érkezünk. Ugye már megvolt a korábbi csapások, a pecsétek feltörése,
és a hetedik trombita szó és a harmadik jaj történéseinél vagyunk. Így hangzik Isten igéje, tehát Jelenések könyve 11. rész 15-ös versétől. A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a király uralom, ami is urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak és imádták Istent, és így szóltak. Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, és aki kezedbe vetted a nagy hatalmadat, tehát leszel, és uralkodsz. Ez a jövendőre vonatkozó kinyilatkoztatás. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak való ítéleted ideje, hogy megad a jutalmat szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt. Tegnap Kecskeméten voltunk, két helyen szolgáltunk, Sziláddal voltunk, úgy kell Sziláddal, és beszélgettünk útközben, és ő mondta el, hogy jövő kutatók azt a prognózist rajzolják elénk, hogy 2050-re a Föld élhetetlenné válik. És a Föld hatalmasai, akik javarész hozzájárulnak a Föld pusztulásához, azon gondolkodnak, hogy lehetne kimenteni a kis kész életüket, a Marsra. És hogyan lehet megoldani, hogy valami űrkolóniát, tehát nem azon gondolkodnak, hogy megmentsék a Földet a sokaságnak, hanem hogy menteni meg a saját életüket. És arról beszélgettünk, hogy a tendenciákat látva az Úr eljövetele nagyon közel van. Tudom, hogy 2000 év óta a keresztények mindig így gondolták és így érezték, de én magam is így érzékelem, hogy nagyon közel van az Úr visszajövetele. Súlyos kérdés a Jelenések könyvében olvasható csapások témája, a hét pecsét feltörése, a hetedik pecsét feltörését követően a hét trombitaszó és a három jaj, és az ezt követő, a Földön leképeződő események, amik ezt követik, hogy mi fog bennünket érni ezekből. Vajon ér-e bennünket ezek közül a csapások közül valami, vagy mind ér bennünket, vagy egyik sem. Mi, akik hűségesek vagyunk Krisztushoz, az ő tanítványai vagyunk, tehát nem csak szavainkkal, hanem életvitelünkkel követjük, és igyekszünk szolgálni őt, a lélekmentésben buzgolkodni, egymás szeretetében növekedni, az egymásért szeretetben növekedni, az igében elmélyedni, az ima életünkben megújulni, megfrissülni. Elér-e bennünket, itt leszünk a Földön, amikor bekövetkeznek a Földet érő csapások, és a sok kín, ami ezekkel jár. Mikor lesz az elragadtatás? Azaz, mikor evakuál bennünket a megváltó? A Földön élők közül. No, csak nagyon címszavakban, és mondom, olvassátok el, összefoglaljuk, hogy milyen csapások sújtják a Földet, amik be fognak következni, és az a durva, hogyha racionálisan végiggondoljuk, és a tendenciák nem változnak, ezeket sajnos az ember elő is fogja idézni nagy részt, tehát, hogy elpusztítja, kipusztítja saját magát az ember. Az első pecsét, a fehér lovas, ugye íjjal a kezében, azaz hadakozásra indul. Meglátásom szerint ebben nyugodtan meg, hogy ez a megtévesztés, a dezinformációs erő megjelenése a Földön, amely megpróbálja elbizonytalanítani az emberiséget. Tehát olyan erőteljes lesz a hazugság áradása a Földön, ami még nem volt korábban. Ez a fehér lovas hasonló, ugye, fehér, tehát hasonló a Krisztushoz, hasonlít hozzá, fehér. Világosság angyalák mutatja be magát az ördög is, de nem egyenlő vele, mert ugye hadakozásra indul az emberiség ellen. A második pecsét, a második lovas, a vörös lovon ülő, ördöklő háborúkat hoz. Öldöklő háborúk robbannak ki világszerte, gyilkos indulatokkal feszülnek egymásnak a népek. A harmadik pecsét a fekete lovon ülő hozza el a következő pusztítást. Tömeges éhínség lesz a Földön. És nagyon döbbenetes dolog, hogy úgy lesz éhínség a Földön, hogy az emberek tömegei éhezni fognak, viszont egy szűk réteg meg dúskálni fog jóban.
Tehát mérhetetlen lesz az anyagi különbség, meg az életvitelbeli különbség. Egy kicsi réteg fogja bírni a föld erőforrásainak a javát, és a tömegek pedig mély szegénységben, mély nyomorban éhezni fognak, hogy az boly és az olaj, hogy azt ne bántsd, ebből látom én, meg látom a tendenciákat is, amik a világban zajlanak, és ebbe az irányba mozdulnak. Aztán a fakolóban ülő, nagyon érdekes, halál a neve, és pokol követi. Tehát ugye azt jelenti a fakó lovasnak a megérkezése, hogy úgy halnak meg az emberek, hogy elkárhoznak. Tehát nem tudnak megtérni. Azért követi a pokol. Tehát meg fognak halni, és a kárhozat követi, elragadja őket a pokol, a kárhozat helyére jutnak, amikor megjelenik ez a csapás, és ez a csapás pedig a föld negyedrészét sújtó vérengzés, háború, éhínség, járványok, és emellett még a vadállatok is az emberek ellen fordulnak, tehát a vadak nem kerülni fogják az embert, hanem keresni fogják az embert, és ugye amikor a föld kihányja rajta lévőket, látunk ilyeneket az istentelenségük miatt, és a vadállatok is az ember ellen fordulnak, tehát meg fogják támadni az embereket a vadállatok, és vadállatok prédájává válik az ember. Nyilván ugye el is fognak szaporodni valószínűleg, de mindenképpen a vadállatok pusztító erővel és szándékkal fognak az embereket törni. Jön az ötödik pecsét. Isten mártírjának a panaszát olvasjuk itt, hogy meddig tűröd még Istenem. Amikor a vérünket vették, és elpusztítottak bennünket, meddig nem állsz még bosszút értünk. És mondta, türelmesek legyetek, közel van az Isten bosszolásának a napja. Jön a hetedik pecsét, amely megnyitja a hét trombita szónak a felhasonását. A hét trombita szó a kinyilatkoztatása a mennyben, a hét pohár pedig, ami később jön, az ennek a megvalósulása a földön. Tehát itt van egy szinkron a kettő között. Tehát Isten kinyilatkoztatja, megszólal az Isten, és a Földön végrehajtja. Végre megtörténik az, amit Isten mondott. Nagyon szinkronban van például a hetedik trombita és a hetedik pohár kiöntése. Ezt meg lehet látni. A hetedik pecsét feltörését követően azt van itt megírva, hogy még mielőtt a trombiták megszólalnak, Isten megjelöl Izrael népéből 144 ezer férfit, aki asszony nem érintett, és hűséges maradt a szövetséghez. Ez megtörténik, hogy őket nem fogja érni a csapás. Földön maradnak, itt élnek, de Isten elrejti őket, Isten védelmét élvezik, és a csapások nem érik el őket. Vagy látunk egy fehér ruhába öltözött nagy sokaságot, akikről azt mondja a Biblia, hogy nagy nyomorúságba jöttek. A nagy nyomorúságot a Biblia, ha megnéztek Ó és Új Szövetségben, a zsidókra vonatkoztatva írja. A zsidókra szakadó nagy nyomorúság, Dániel könyvétől kezdve Jézus profétai beszédeiben is. A nagynyomorúság tehát arra a korszakra vonatkozik, amikor már az eklézsia nincs itt, már az egyház korszaka lezárul, és valamilyen módon az emberek mégis megtérnek, vagy az elkésett hívők. Tehát akik link módon élték a szellem életüket, megvetették az Isten kegyelmét, nem éltek vele jól, és ráébrednek, hogy lemaradtak. Lemaradtak, nem mentek a mennybe az Úrra, és ezek mártírként fognak meghalni, ha megtérnek és hűségesek kívánnak lenni a hitükhöz. Ezek azok, akik nagy nyomorúságba jöttek és megmosták ruhájukat vérrel. Tehát ez a nagy sokaság, amit én így látok, a nemzetek közül érkeznek, ezek közül lesznek zsidók és nem zsidók is. De mindenképpen az eklézsia korszaka után történhet ez, ahogy én látom az igéből. A hetedik pecsét feltörését egy fél órás csend követi, és nagyon érdekes, hogy a hetedik trombita szónál ugye nem olvasunk ilyen félórás szünetről, de a félórás szünet nagyon érdekes üzenettel bír. Fél óráig vár az Isten az ítélettel. Csend van a mennyben, meg valahol ez a csend azt is jelenti, hogy ami most következik, az lélegzetelállító. De én azt is látom ebben, hogy aki eddig okult, most Isten még visszatartja a csapásokat, ad még egy kis időt. Még egy lélegzetvételnyi időt ad, hogy átgondolják az emberek az életüket. Még ott is vár egy kicsit az Isten, vár a menny, és visszatartják még a következő brutális földet, brutális mértében sújtó, és az emberiség brutálisabb mértében sújtó, egészen erőteljes természeti csapásokat. Még ezt én úgy látom, ez Istennek, mint egy kegyelme lenne ebben, és a szentek imáiról is kapunk itt betekintést, hogy a jó illatként száll az Istenhez. Tehát a szentek imái is benne vannak ebben a várakozásban, meg az ítéletben is, hogy a szentek
bizonyságot tettek a földön, az életükkel látták a körülöttük élők, hogy Jézus valóban feltámadt és él, és mégsem tértek meg bűneiből. És a szentek könyörögtek, imádkoztak a hozzátartozóikért, barátaikért, hogy térjenek meg, meneküljenek meg, de ők megvetették ezt, ezért van az imához, az oltár tüzét keverik és ledobják a földre. Tehát mindegy ítéletté lesz a szentek bizonyságtétel azoknak, akik megvetik az Isten kegyelmét és jóságát. A kegyelem idejével nem élnek, hanem azt elutasítják. Mennydörgés és zúgás támad még az első trombita felharsonása előtt, villámlás, földrengés a földön, és mielőtt még az első angyal trombitál, tehát még egy természeti jelenség is kíséri, vagy zárja le ezt a félórás csendet. Aztán az első trombita szó, amikor megszólal, pusztító anyagokkal kevert jégeső szakad a világra, mely a föld és a fák harmadát, valamint az összes füvet elpusztítja. Tehát valami olyan anyag van az esőben, meg a jégben, hogy egyszerűen savas vagy olyan hatás, hogy megégnek ezek a növények is elpusztulnak. És gondoljatok bele, minden fű elpusztul, akkor hol van a takarmány? Meg hol van a gabona? Második angyal trombita szavára, hegyméretű izzó meteorit zuhan az óceánba, melytől az mérgezően szennyezetté, azaz vérré válik, és elpusztul a tengeri állatok, valamint a hajóknak az egyharmada. Jön a harmadik trombita szó, ami bekövetkezik, nagyméretű lángoló meteorit zuhan a földre, melytől mérgezetté válnak az édesvizek, a folyók és a források, tehát nem lesz víz a földön, iható víz. Legalábbis nagyon kevés. A negyedik trombita szóra az égitestek fénye harmadával csökken, elsötétül, mely hatására nappal is homályba burkolózik a világ. Gondolom, hogy talán a meteoritoknak, a földre zuhanó meteoritnak a füst, a por, meg a korom, gondoljatok bele, amikor Izlandon kitört a vulkán, emlékeztek erre az időre? Leállt a repülőgép közlekedés, mert olyan pernye, meg korom ment a levegőbe. És az csak egy vulkán volt. Nem pedig egy hatalmas, kisbolygó méretű meteorit. Tehát lehetséges, hogy éppen ezt jelenti, ennek a következménye lesz itt a Földön. Aztán ötödik trombita szó, és az első jaj is egyben. Egy csillag, érdekes, leesik az égből, azt mondja. Vélhetően ez a csillag, a Biblia kijelentése alapján ez egy szellemi lény lehet, mert csillagoknak nevezi például az Isten angyalait is, meg fényi hajnalcsillagnak nevezi a Biblia a sátánt is. Egy szellemi lény esik le az égből, nem a mennyből, nem feltétlenül mennyet lehet értem, az égből, és ha ez a szellemi második ég, akkor a sátánra utaló kijelentés ez. Egyébként az Ézsaiás 14:9-15-ben egy hasonló kijelentés van, hogy leestél az égről fényes hajnalcsillag, azt is mondja, hogy megrendült a holtak hazája, mintha megnyílt volna a holtak hazája, vagy a mélység forrása. Ilyen értelme lehet az Ézsaiás proféta könyvében ennek az igének, ami a sátánra vonatkozó kijelentés. A lényeg az, hogy leesik ez a fajta szellemi lény, ez a sötét gonosz szellemi lény a földre, és megnyitja a mélység ajtaját, és pusztító démonok szabadulnak rá a világra. És elkezdik gyötörni az embereket, ezeknek a fejedelmét úgy mondja, úgy nevezze a Biblia a görögül Apollyon, Abaddon, azaz a pusztító nevet kapja, tehát maga sátánnak a nevei ezek egyébként, a görögben és a héberben, és azt mondja a Biblia, hogy olyan gyötrelem, úgy fogja gyötörni az embereknek a démoni lények, fizikailag is gyötréseket hoznak az emberekre, hogy az emberek keresik a halált, meg akarnak halni. És a Biblia azt mondja, hogy a halál elfut tőlük. Nem tudnak az emberek meghalni. Halni szeretnének, hogy vége legyen ennek, idézőjelben, a földi kínjaiknak, de nem tudnak meghalni. Elszalad a halál előlük. A hatodik trombita szó és a második jaj, négy ítélő gonosz angyal oldoztatik el az Eufrátesz mellől. Az Eufrátesz egyébként Örményországban ered, az Ararát-hegység környékén, Törökországon, ott Szíriát, Irakot, Kuvaitot és Szaúd-Arábiát is érinti. Tehát mindenképpen egy hozzánk keleten
lévő helyről beszél a Biblia, ahol megvan kötve négy angyal, pusztító angyal, akit eloldoztatik, és akkor valamilyen módon egy szellemi vagy és fizikai hadsereg árad ki a világra, és hoz pusztulást ez a fajta hadakozó gonosz sereg, és pusztítja az embereket súlyos csapásokat mérve a gőgös istentelen emberekre, és harmadát el is pusztítja az embereknek ez a sereg. Döbbenetes, ami ezután történik, ugye nem hal meg még mindenki, még vannak, akik élnek a Földön, és a következőt írja a Biblia ezekről az emberekről, akik akkor megmaradtak még, ilyen csapások közepette is. Jelenése 9:20-tól olvasom, a többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásától, hanem imádták az ördögöket, a démonokat, és a báványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráznaságaikból és lopásaikból sem. Tehát döbbenetes egyébként. Most, amikor a anyagok felsorolására térünk, akkor ne feltétlen faszobrokra gondoljál, hanem festményekre, autókra, házakra, nyaralókra, vagyontárgyakra, amiket imádtak, amiknek éltek ezek az emberek. És ez volt a szívük imádata. És nem tudtak az Istenhez térni. És a démonokat imádtak, egy olyan világ korszak ez, amikor az emberek nyíltan imádják a démonokat, a sátáni szellemeket, a gonosz szellemeket imádnak. És hívnak segítséget, hívják őket segítségül. A bolond ember, aki vele megy az okkultizmusba, és a boszorkányság vagy a varázslás mélységeit kutatja, elhiszi, hogy démonokat küldhet emberekre. Tehát ő mozgatja a démonokat. Teljesen bolond, mert ugye hülyét csinál belőle a sátán. Tehát az, hogy néha hallgatnak rá az ördög, ez azért van, mert az ördög már birtokolja az elméjét, és az ördög szándékait hajtja végre, és mondja ki az ördög beszédét. És így mozognak a gonosz démonok, és nagyon világosan tudják az okkult emberek, hogyha valaki bűnbe megy, akkor egy gonosz szellem rámegy. Tehát ha elkezd hazudozni, akkor rámegy egy szellem, aki ezt erősíteni fogja benne. Aki belemegy a pornográfiába, arra rámegy egy szellem, és ezt kényszeríteni fogja. És előbb-utóbb nem lesz szabad a saját életében. Aki az indulatosságnak enged teret az életében, és nem enged a Szent Szellem megnyugtató szavának, arra rá fog menni egy indulatos, erőszakos szellem. Tehát ezt pontosan tudják a okkult emberek, és ezeket mozgatják is. Kimondják ezeket emberekre. Tehát ők sok szempontból bölcsebbek egyébként szellemi értelemben, mint némely keresztény, aki teljesen vakon van a szellemi világ valóságát tekintve. Majd a mély, ezt követően a hét mennydörgés szava hangzik, és az idő megszűnésének bejelentése történik, amely a hetedik angyal trombitálását követően be is fog következni. Megtörténik a templom felmérése, de a pogányok udvara nélkül. Most nyilván ezek jövendőben események, én a mostani ismeretek szerint közelítem ezt meg, ugye mi van a templom hegyen jelen pillanatban? Az Al-Aqsa mecset és a szikladóm. Ma azt mondják bizonyos kutatók, hogy ez a pogányok udvarán fekszik. A templom gyakorlatilag fölépíthető lenne a szentély, meg a szentek szentje, és a pogányok udvarát nem lehetne helyreállítani, mert ezen a területen fekszik az iszlám két mecsete. És azt mondja Isten, hogy nem ért fel csak a templomot. Tehát a szentek szentjét és a szentélyt, mert az a terület még azt a pogányok tapossák. Kipolják. Érdekes dolog, tehát az is lehet, hogy úgy fog felépülni a templom, hogy állni fog a két mecset. Ebből az igéből kiindulva. A két tanú fellépése megtörténik Jeruzsálemben. Most, amivel a csapások le vannak írva, vagy ez a két tanú milyen hatalommal és milyen csapásokkal sújtja a földet, ebből következtetek én, hogy ki lehet a két tanú, de csak két kérdőjel tettem mind a kettő neve mellé. Illés és Mózes.
A Jelenése 11.6-ban azzal leírva, nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső, illés. Profétálás napjaiban is van hatalmuk arra, hogy vizet véré változtassák, Mózes, és megverjék a földet mindenféle csapással, 10 csapás, ahányszor csak akarják. Tehát én ebből következtetem, mondjuk azt mondom, hogy majd meglátjuk, de mi már nem látjuk ezt meg. Majd meglátják. Mi meg már akkor tudni fogjuk. Mert akkor már nem lesz korlátozott az ismeretünk, ott amennyiben leszünk. És mindent tudni fogunk. Oké. És a sátán megöli a 2 tanút, ez Jeruzsálemben lépnek fel, ott profétálnak, és meg lesz a sátának adva a hatalom, hogy megölje őket, viszont 4. napra, 3,5 nap után feltámadnak, és az emberek szeme láttára mennek a mennybe. Valószínűleg a tömegkommunikáció fog még működni, mert látni fogják az emberek, tehát valószínűleg ezt közvetíteni fogják a megölésüket is, mert ünnepelnek a földön mindenki, tehát valamilyen módon híre megy annak, hogy megölik őket, és valószínűleg annak is híre mehet, mert megrémülnek az emberek, amikor feltámadnak a halálból, és a szemük láttára felviszi őket Isten a mennybe. Ezzel együtt megtörténik, hogy Jeruzsálemben nagy földrengés, Jeruzsálemet nagy földrengés rázza meg, és 7000 ember meghal a földrengésben, és nagy félelem szakad a zsidóságra. Tehát a Jeruzsálem elő zsidósága nagy félelem szakad, és azt mondja, hogy elkezdik a félelmükben Isten dicsőíteni. Ez még nem a megtérésük, de már mutatja azt, hogy valamilyen módon a gonoszságaikból, az istentelenségből elkezdenek Isten felé fordulni, megkezdődik a rehabilitáció a zsidóknak a megtérésének, a zsidóság helyreállításának, Izrael helyreállításának a időszaka. 6. trombita szó 3. jaj, Jelenések 9.15-től olvassuk ezt, bejelentés arról, hogy Isten és Krisztus visszaveszi a hatalmat a világ felett, a sátántól, akinek így csak már egy igen kevés rövid ideje maradt, mondja is az ige. Tombolni fog, mert megtudja, hogy rövid ideje van már. Tehát bejelenti a mennyben, ugye, ami majd meg fog történni a földön, ott megvan a kijelentés, és a földön majd realizálódik, rövid időn belül, hogy Istené minden hatalom és a bárányé. Villámlás, zúgás és nagy zségeső csapása sújtja a földön megmaradtakat ennek a trombita szónak és a 3. jajnak a bekövetkeztekor. Ezt követően olvasunk a napba öltözött asszonyról, ugye fején 12 csillagból álló korona, láb alatt a hold. Hol van a Bibliában a csillagokról, a napról meg a holdról szó? Ki emlékszik? Egy profécia, egy álom. József, ahogy a lányom mondta, kicsiként Mózsef. De ő József. József álmában van, és egyértelműen Izrael vonatkozóan. Én abban nyugodtam meg, hogy a napba öltözött asszony a 12 csillagos koronával, ez Izrael jelenti. Megszül a gyermeket nyilván a messiásra utal, és üldözi őt a sátán, és elrejti őket az Isten, ez azt látom, hogy maga a napba öltözött asszony képe, meg ez a szülési folyamat, ez Izraelnek az újjá, megtérését és újjászületését jelenti, és azt olvasok, után Isten elrejti ezt a népet az antikrisztusi birodalomban, és nem engedi, hogy pusztítsa tovább a zsidóságot, a megtért, újjászületett zsidóságot az antikrisztus. 3,5 hold év következik, tehát ha számoltok napokat, akkor tudnotok kell, hogy a zsidóság hold években számol, és hold hónapokban számol. Ez azt jelenti, hogy egy hold év 354,1 nap, 354+1/3 nap, az év 12 hónapból, holt hónapból áll, egy holt hónap 29,5 nap, tehát naphoz mért nap, hosszúságú. A nap időciklusához igazítják ugye a holdnap, tehát pedig azért, mert ugye van például aratási ünnep. Na most, ha mindig csúszna a hónap, akkor ugye nem az aratásra esne az ünnep, tehát a nap mozgásához kellett igazítaniuk, ezért betesznek szökő évben egy plusz holt hónapot, 2. adár hónapot. Iktatják be, és a babiloni időszámítást, mikor átvették, 19 éves ciklusidőket vettek, 3, 6, 8, 11, 14, 17 és 19. év lett a szökő év, és az is érdekes egyébként, hogy a babiloni fogság után, nagyon különleges ez, visszatér a zsidóság arra, hogy a páska ünnep lesz az első hónap. Korábban az év végén ünnepelték a új évet, és a babiloni fogság után visszatér a bibliai időszámítás, a 2 Mózes 12.2 alapján,
és a Nissan mi időszámításunk szerint március vagy áprilisra esik. A hónap, látjuk, ugye a húsvét az mozgó hónap, emiatt mozog a mi időszámításunk szerint. Oké, okay. Tudtatok követni? Akkor menjünk haza. Nem, még nem. Mondtam, hogy rázós lesz. Menjünk tovább, nézzük a nyitott ajtót. És akkor próbáljuk megérteni azt, hogy itt leszünk-e vagy nem, amikor ezek a csapások, ezek a súlyos, borzasztó csapások érik az embereket, és ez azért fontos érezni meg, látni, mert azokat is fogja érni, akit szeretsz, és nem térnek meg. Azok ebben lesznek. Ezt fogja őket elérni. Mi mehetünk a mennybe, de ők ebben lesznek. És nem kell sok ész hozzá, hogy belásd, ha csak a világ mai tendenciáit látod, borzasztó világ következik. Még nem is kellene a kozmikus csapások. És hogyha az ózonréteg, meg a Föld levegő rétege nem véd olyan mértékben a meteoritoktól, vagy nagyobb meteorit zápor hullik a Földre, mint ahogy mondjuk, hogy tüzes eső esik a Földre, az iszonyú pusztítás. Nyilván nem véletlen az, hogy ilyen filmeket csinál, katasztrófa filmeket, amik erről szólnak. Ez a Jelenések könyvéből van. Jelenések 4:1, tehát ezek után láttam, hogy íme nyitva van az ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szólt, jöjj fel ide. És megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam szellemben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlóak látszott a jáspishoz és a karneóhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig sparagdhoz látszott hasonlónak. Mit látunk itt? Hogy megnyílik a menny. Látunk egy nyitott ajtót a mennyben. A názáreti Jézus, a János 14:9-ben azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, legelőre talál. Tehát a nyitott ajtó, a bibliai képeket nézünk, az maga Jézus sebein keresztül nyílt meg a mennyben, és azt mondja János, hogy láttam, hogy most az ajtó nyitva van, már most látom is, hogy nyitva van az ajtó, eljött az idő, és hangzott egy hang, mint a trombitájé, hogy gyer fel ide. Végig fogom vezetni nektek, hogy miért győződtem meg arról, hogy ez az ige jelenti az egyház elragadtatását, és a későbbiekben pedig szó nincs az eklézsiáról már Jelenések könyvében. Tehát sehol egyetlen igében nem találod azt, hogy az eklézsia jelen lenne. És hogy bizonyítani fogom nektek az igéből, hogy lehetetlen, hogy az eklézsia a csapások idén jelen legyen. Tehát mi biztosan megyünk az Úrhoz, csak az nem mindegy, hogy fog megállni előtte. Egy elpocsékolt életet viszünk, vagy értékes életet viszünk szellemi értelemben. Nem mondom, hogy ne vegyél tartós tejet. De akár lehet is, hogy a tartós tej már nem fog megromlani. Nem a tartós tej, sima tej, mert nem fog megromlani. Három kijelentést emeljünk ki az igéből. Nézzük. Az első ebben az igében azt mondja, mármint a Jelenések 4:1-ben, hang hallatszott, mint egy trombitájé. Tehát azt mondja a Biblia, hogy egy hangot hallottam, ami hasonlított egy trombita hangjához. Ez fontos dolog, hogy a többi igét ehhez tudjuk venni. Tehát nem pusztán egy trombita hangját hallottam, hanem egy hangot, amely a trombitához hasonlított. Tehát nem az ítélet trombitáiról beszélünk. Mert ott trombiták voltak. János látta a nyitott ajtót a mennyben, tehát ki volt nyílva a menny ajtaja, ezt megmutatta neki Isten, és a harmadik dolog pedig, János hallotta a szót, mely trombita hangjához hasonló volt, jöjj fel ide, azaz a mennybe. Tehát ezen ige szakasz előtt pedig tudjátok, hogy a Jelenések könyv elején azt mondja az Úr Jézus, hogy meg fogom neked mutatni, amik voltak, vannak és lesznek. Előtte a második és harmadik fejezetben Jelenések könyvében miről van szó, ki emlékszik rá? A gyülekezeteknek írt levélről, igaz? A 7 kisázsai gyülekezetnek írt levél, tehát azok, amik abban az időben, amikor leírattak, vannak. Előtte a Krisztus, hogy feltámadt és meghalt, ő az üdvözítő, azok voltak. És innentől kezdve ez a fordulópont a Jelenések 4:1,
a kijelentésben, amikor arról kezd beszélni Isten, amik lesznek, amik eljövendők. Igen. Felhangzik tehát a trombita hangja, és meg kell kérdezzük tehát újra, hogy itt leszünk-e a pecsétek feltörésekor, amikor Isten ítélete sújtja az istenteleneket gonoszságaikért, az emberiség felett megtartja Isten az ítéletet, hogy utolírja őket a gonoszságok bére. Tehát azt olvastuk, hogy jöjj fel ide, és a hívás olyan volt, mint a trombitáé. Na nézzük ezt a trombita kifejezést, hol találjuk meg a Bibliában, és milyen értelemben találjuk. Konkrétan az elragadtatással kapcsolatban megtaláljuk a trombita kifejezést, a görög kifejezést a Tesszalonikai levélben, a Pál apostol a Tesszalonikai levélben konkrétan azért ír a gyülekezetnek, hogy tanítsa őket arra, hogy mi következik. Tehát, hogy mi lesz az elhunytakkal, és mi lesz azokkal, akik még élnek, mikor Krisztus visszajön. Tehát meg akarja nyugtatni a tesszalonikaiakat, akik eddig meghaltak, ők is az Úrral lesznek, mert már vannak halottai a gyülekezetnek, és felkavarodtak. Tehát a Tesszalonikai levél kimondottan eszkatológiai, a jövőre vonatkozó, kijelentésre vonatkozó levél. Az 1 Tesszalonika 4.16-17 így hangzik, és figyeljétek a harsonát, vagy a trombitát. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk, az elragadtatunk kifejezését, hogy kiragadni, vagy elrabolni valami, valaki honnan az embereket. Hagy emeljem ki a kiragadni értelmet. Tehát olyan, mint hogyha elragadna, elrabolna, kiragadna Isten valami elől a hívőket. Tehát itt van, megint csak látjátok, hogy a trombita hangjáról beszél itt, amit egy angyal hangja. Egy angyal szól, amit trombita hangjához hasonlít. Ugyanez van a Jelenések könyvében, a 4.1-ben. Egy hang szólt a mennyben, nyilván egy angyal hangja, vagy Krisztus hangja, ami hasonlított egy trombitához. A kürtnek és a trombitának volt szerepe Mózes törvényében is, és ez nagyon fontos dolog a megértést segítve. Ugyanaz a kifejezés van a görög fordításában a Tórának, mint ami itt a Tesszalonikai levélben, a Jelenések könyvében van, tehát ugyanaz a görög szóval fordítják a héber hasonló kifejezést. Nézzük meg a hasonlát, mire használták a mózesi törvény szerint a zsidó népnél, és értsétek meg ennek az üzenetét. És ott sem a harsonáról van szó, hanem harsonának a megszólalásáról, mint a riadó hangjáról. A 4 Mózes 10.2-től ezt olvassuk. Készíts 2 harsonát, 5 vözöt ezüstből, készítsd azokat. A közösség összehívására és a tábor elindítására valók lesznek azok. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátának bejáratához. Látta mennyben a megnyílt ajtót. És ha az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael nemzetségfői, ha pedig a riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek kelte táboroznak. Ha harmadszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújni induláskor. És a 7. vers, de ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjátok, hanem fújjátok meg. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Isten népének a gyülekezése indulására vonatkozik, az Ószövetségben is ez a trombita szó. Ezért minden kétséget kizáróan a Jelenések 4.1-ben. Ez a trombitához hasonló szó, ez az indulás szava lesz. Összekötve azzal, hogy a menny megnyílt, és azt mondta Jánosnak az Isten, jöjj fel ide. Tehát meg fog szólni rövidesen a trombita, és azt fog neked mondani az Úr, jöjj ide. És mindenkor velem leszel. Letöllök szemedről minden könnyet, minden nyomorúságodból kimentelek, egészséges leszel. Teljes lesz az életed, és együtt leszünk örökön örökké. Nem sokára szólni fog a kürt. Az idő rövid. Remél még a Józsei evangelizációt meg tudjuk tartani. És ott megtérnek emberek. Nagyon remélem, hogy még Isten türelmes lesz. De boldog az a szolga,
akit ilyen munkában talál az Ura, amikor visszajön. Az ő szolgálatában. Nézzétek meg, ugye a jelenések könyvében van egy kijelentés, meg fogjuk már ezt is nézni, hogy emlékeztek talán, hogy hegyek essetek ránk, halmok rejtsetek el, az Isten és a bárány haragja elől. Talán emlékeztek, ha olvastátok ezeket. Nagyon fontos mind a kettő, hogy itt a bárány haragjáról van szó. Lehetséges-e, hogy az eklézsiát a bárány haragja érje utol? Ott a bárány a megváltó. Hát szerintem kizárt. Ez kizárt, lehetetlen. Na nézzétek a Tesszalonikai levélben a haraggal kapcsolatos kijelentést, az 1 Tesszalonika 5.1-től. Témáról szól ez is. A témánkról szól ez is. Az időpontokra és az alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Kiragad, ellop. Amikor ezt mondják, békesség és biztonság, na akkor törláljuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy azon a tolvajként lepne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Figyeljetek, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt élünk, azaz ugye, eufémizmus, az alvás, az, akik elköltöztek már a földről, az ébren lévők pedig, akik még itt élnek a földön. Tehát akik már elköltöztek is, azok is üdvösséget nyernek, és akik itt élnek a földön, és visszajön az Úr, azokat is megmente az Úr. Itt ezt jelenti. És a csia fordításban nagyon érdekes Péter levele. Mert nagyon szinkronban van ez is a jelenések könyvének kijelentésével. És azért olvasom a csia fordítást, mert talán ebből jobban kirajzódik az értelem, az értelme az Isten profétai szavának. 2 Péter 3.9-től. Figyeljétek! Nem késik el az Úr az ígérettel, mint hogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűrő irántatok, mivel nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy mindenki új felismerésre térjen. Nagyon érdekes ez, hogy irántunk is hosszantűrő az Isten, meg azok iránt is, akik még nem tértek meg, nem jutottak új felismerésre. Igen. Úgy fog eljönni majd az Úrnak napja, mint egy tolvaj. Ha eljön, az egek zúgva tova tűnnek, az elemek égve felolvadnak, a föld és a rajta az ember munkáit nem lelik meg, ugye elpusztul. Ha ezek így feloldódnak, milyenekké kell lennetek szent forródásban, az evangélium szolgálatában, és az Isten félelmében, az engedelmességben. Hogy kell várnotok, sőt siettetetek az Úrnak napjának megjelenését, mely miatt az egek égve feloldódnak majd, és az elemek égve megolvadnak. Új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Tehát azt olvastuk a Tesszalonikai levélben, 1 Tesszalonika 5.9-ben, hogy Isten nem haragra rendelt bennünket. Így jelenések egynél mondtam nektek, hogy megvan az elragadtatás. Nézzétek meg, mi van a 6. fejezetben. Tehát lehetetlen, hogy a 6. fejezetnél az eklézsia itt legyen. Mert ezt olvasok a 6. fejezet 12. versétől. Ezt láttam, amikor feltörte a 6. pecsétet. Nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a teli hold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja életlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a ballangokba és a hegyek szikláiba,
és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és nagyon érdekes, hogy a bárány és a bárány harag elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg. Hogyan lenne lehetséges, hogy az egyházat, a tanítványokat, a Krisztus megváltottait a bárányharag érje el, aki a vérét adta a bűneinket, és meghalt a kereszten. Ez lehetetlen. Tehát mi ekkor biztos nem leszünk itt a Földön. Mert hát azt mondja a János 3.16-ban Isten igéje, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Isten szeretete. És nézzük a bejelentést. Tudtok követni? Van, aki bólogat, aki nem bólogat. Marad az újranézés. Elérkezzünk oda, az a részhez, amit olvastunk, amikor megtörténik a bejelentés a mennyben, arra nézve, hogy nem sokára helyre áll az uralmi viszony a Földön. Nem arról van szó, mintha Isten nem uralkodna, vagy az ő hatalmán kívül lenne bármi, hisz mindent ő teremtett, ahogy olvastuk a mennyei kijelentésben is. Tehát Isten a tulajdonosa mindennek, viszont a Földön élők fellázadtak az Isten ellen. A sátán lázadásának részesei lettek, és a Föld hatalmasa is ebben a lázadásban, ebben a pusztító lázadásban partnerei a sátánnak. Ezért ne várd a Földön, hogy lesz olyan hatalmi rendszer, amely elhozza a mennyországot. Ne várd a Földön, lesznek olyan politikusok, hogy nem csalnak, nem lopnak, nem hazudnak, nem lesznek korruptak. Ne legyenek illúzióid. Ez a Föld a maga uradalmi viszonyaival, hatalmasaival együtt lázadásban van. És olyan mértékű a lázadások, hogy dévacsapások ellenére sem térnek meg. Hogy a Szilárddal beszéltük, összehívták a jövőkutatókat a nagy gazdag emberek, és nem azt kérdezték, hogy hogy menthetnék meg a Földet, hanem hogy menthetnék meg az életüket, a sajátjukat. Tehát így gondolkodnak a hatalmason lévők. Nem az érdekli őket, hogy neked lesz-e mit enni, hanem hogy növelheti a profitját. Mert a vas, a fém, meg minden, ezekben gyönyörködnek. Mi a fenének még egy 50. Porsche? Minek? Hát nincs annyi idő, hogy beleüljön. De ha valaki imád valamit, az mértéktelen, nincs vége. Hanem az Istent imádja valaki, ami a megelégedettség jár. Körülményeinkhez képest, mondja Pál, megtanultuk, hogy elégedettek legyünk. A Jelenések 11.15-től olvassuk, tehát az igét így hangzik, a hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, és itt már megjelenik az ő Krisztusáé. Először olvassuk ezt a címet a Jézusról. Előtte báránynak nevez a Biblia. És itt halljuk először a Krisztus kifejezést. Itt használja a Jelenések könyv először. A Krisztus azt jelenti felkent. És bárhol a messiásnak, ugye a görög fordításából fakad, bárhol a Bibliában a messiást, a felkentet olvasod, az a király uralmára szól az Istennek. Tehát uralkodik az Úr, mint király. Ez a cím. Ezt jelenti. A mi úrunk Jézus Krisztus címe. Uralmi címe. Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, ahogy olvastuk, akik Isten előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak, és imádták az Istent. És így szóltak, hálát adunk neked, Úrunk mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted a nagy hatalmadat, és uralkodsz. Haragra robbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítéleted ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, igazságot szolgáltatsz, Istenem, eljött az igazság szolgáltatás ideje, a kicsitnek és a nagyoknak, hogy elpusztíts azokat, akik pusztítják a földet. Mert egy keresztény ember felelősséggel bánik az erőforrásokkal. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, és mennydörgés, földrengés, és nagy jégeső támadt. Oké. Tehát elhangzik a bejelentés, hogy eljött az idő, amikor visszaveszi az uralmat a sátántól a földön a messiás, a Krisztus. Ugye János evangéliumában olvassuk az igét, János 14.30,
van a következőképpen: már nem sokat beszélek veletek, mondja Jézus, mert eljön a világ fejedelme. De nézzétek, mit mond? Bár felettem nincs hatalma. Tehát Jézus világosan mondja, hogy ennek a világnak van egy fejedelme, aki befolyás alatt tartja mindazokat, akik nem a Krisztusé. Tehát ezért mondom nektek, hogy imádkoznunk Biblia szerint kell a vezetőkért, hogy hallottuk is. Ez a dolog, mert ezt mondja a Biblia. De messiásként várni őket tök felesleges, mert pofára esés lesz újra és újra. Mert ennek a világnak a fejedelme, a mozgató rúgója gonosz, az ördög, a profit, a hasznok, a haszonszerzés. Ez nem a mennyország. Nem a mennyország. Ezért nem kell csodálkozni, meg sápítozni. Hát semmi nem történik, ami ne lenne benne a Bibliában. Az a csoda, amikor ez a két kifejezés egymásra talál egy keresztény vezető. Nem használok más szavakat. Nem utána a politikust is. Tehát összeférhetetlen két szó. De vannak csodák. Vannak csodák. Isten megadhatja. És adhat némelyeknek különleges elhívást. Aki belépnek, és valamilyen módon fény az éjszakában. Kategória. De egyébként ez egy sötét dolog. Sokkor koma haver címbé. És az Isten kegyelme kéne, ha te ilyen hatalomhoz jutnál, te ne így járj el. De tedd a szívedre a kezed. Nem biztos, hogy lenne erőt hozzá. De mindenre verem a Krisztusban. Halleluja. Halleluja. Elérkezik Isten hűséges szolgáinak a megjutalmazása és a jogos ítélet végrehajtása azokon, akik üldözték az egyházat, Krisztus gyülekezetét és Isten választott népét, Izraelt. A menny megnyilása és a fridláda, nagyon érdekes, azt mondja, láttam, megnyílt eget, és ott a fridládát. Na, a fridláda hol volt? Az Ószövetségben minek a szimbóluma? Az Ószövetség Isten tiszteletnek. Van áthallás egyébként, mert Dávid átértelmezi, az új szövetség értelmezés volt. Ott az irgalom székére utal ez a kifejezés, tehát a fridál tetejére, ahol a irgalom van, tehát Isten kegyelme van. És Dávid erre nézve van egy megértés a szellemben, hogy az új szövetség jön el, Krisztus a messiásra nézve, ezért tud dicsőíteni a Dávid sátorában Jeruzsálemben, színről színre, mint ugye Júda belé leszámozott, mégis papi szolgálatban van, de most nem ez a témánk. Hanem egyértelműen azt mondja, láttam a megnyílteget, és ott a fridládát. Hát ez az ígéretjelentés ugye azt jelenti, hogy Isten hűséges a szövetségéhez. Valószínűleg a babiloni pusztítás, amikor elpusztítják a templomot, akkor elég a fridláda, megsemmisül, ezt mondják bibliakutatók, mert nincs meg a fridláda. De a mennyben megvan az, amiről mintázta Mózes a földit, és akkor azt mondja, Isten rátekint a fridládára, melyben ott van. És azt mondja, hűséges vagyok az én zsidó népemmel kötött szövetséghez. Ha az Ószövetséghez hűséges Isten, akkor mennyivel hűségesebb az újhoz? Amit nem a bakok és bikák vérén szerzett, hanem a saját fia vérén szerzett. Hát akkor mennyire bátorító ez ige, hogy Isten ránéz a fiúra, a bárányra, és azt mondja, hűséges vagyok hozzád. Nem hagylak el téged. Nem feledkezem meg róla. Szeretlek téged. Kész vagyok megbocsátani. Kész vagyok téged helyreállítani. Kész vagyok téged elkészíteni. Hagyd, hogy megmentselek. Hagyd, hogy átformáljalak. Hadd, hogy feltűzesítsem a szívedet. Hadd, hogy bevonjalak az én munkámba. Hadd, hogy lélekmentés szolgálatába állj. Légy halász te is. Hagyd, hogy az engedelmesség megteremjen az életedbe. És ne pocsékold el az életedet földi hívságokra. Ne a földön akar vagyont szerezni. És meggazdagodni, mert az biztonságot jelent neked. Mert lehet az unokáidnak sem kell. Reménység szerint velük együtt ott leszünk a mennybe. Minden, amit kaptunk Istentől azért, hogy szolgáljunk vele. Nem a miénk. Az Egyesült Államokban arra csodálkoztam rá, ezek az emberek dúsgazdagok voltak, de mindenüket úgy látnak, hogy az Istené. És szolgálatba akarják állítani. És nem azért akarnak több jövedelmet, hogy nekik több legyen, hanem több pénzt tudjanak adni az Isten munkáját. Mi mondtam, hogy ezek az emberek nem vesznek új autót.
Azt mondja, kiviszem az autót, 20%-a kevesebbet ér az értéke. Elpocsékoltam Isten pénzéből 20%-át a kocsimárának. Oldhatom a misszióba. Így gondolkodnak. És dús gazdagok. Azon gondolkodnak, hogy uram, adj már több pénzt, hogy Venezuelába tudjuk az evangéliumot hirdetni, mert szegények az emberek. Nem tudunk a kezükbe adni evangélium iratokat. És akkor Isten azt mondja, vegyetek meg képet. Majd azt mondja a csapatban, hogy valaki bevállalja a kockázatot, van pénz, hogy álverésen megvegye ezt a festvényt. Ez napainkban történt. Azt mondja, hogy vállalkozó, én vállalom, és mondom nektek, hogy bármennyit is fogunk keresni a képen, ha nekem bukta, akkor is a felét oda fogom adni. 50%-et Isten munkájában. Megveszik a festményt, 250 000 dollárra ütötték le. Nem tudták, semmit nem tudtak a festményre, csak a Szentlélek mondta, vegyék meg. Elvitték Londonba a festményt, hogy megvizsgáltassák szakértőkkel. És kiderült, hogy első vagy másik Katalin cárnőnek a palotáját díszítette a festmény, és 300 millió dollárt ér. Most várják a vevőt. Tudomásom szerint még Putyin egyik embere is érdeklődött. Értitek? Így gondolkodnak arról, amik van. Hogy tudnák befektetni az Isten országába? Hogy tudnák többet befektetni Isten országába? Tehát a Friedláda Isten szövetségi hűségére utal, mert ő meg nem feledkezik, mennyivel inkább nem feledkezik meg a Krisztusban adott szövetségről. És közben Isten ítélete is folytatódik, azt mondja, az írás földrengés és nagy jégeső támad a földön. És a 15-ös versben olvastuk tehát, hogy világfeletti király uralom visszatér a Krisztushoz, és az Zakariás 14:9 teljesedik itt be, mint profécia, az Úr lesz a király az egész földön, azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. Halleluja! Dicsőség ezért a Jézus Krisztusnak. Tehát ez a világ jelen pillanatban a sátán uralma alatt van. De mivel Krisztus uralkodik, és az ő uralmán kívül nincs semmi ezen a földön, ezért azt mondja, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és az én hatalmam teljes hatalom. Tehát ti bírjátok a teljes hatalmat. Ezért van az, hogy amikor imádkozunk megkötözöttekért, a démonok elmennek tőlük. Vagy ezért van az, amikor elkezdünk tanúbizonyságot, és tegnap is rácsodálkoztam erre, rácsodálkoztunk a kecskeméti fiatalok között, milyen kérdéseket tettek, hogy hogyan lehet a bűnt is, meg a Istent is szeretni, és akkor láttam, jöttek a fiatalok könnyebb elhábott szemekkel. És azt mondták, hogy ezek a kísértéseim. De nem akarok ebbe élni? Mondom, akkor harcolj ellene. Mert Jézus szellem által megvan a hatalmad, hogy harcolj és győzzél. És ne add magad a gonosznak. Azt az egyik személy azt mondja, elkezdtem menni a világ fel, és mondják az osztálytársaim, már nem vagy olyan hívő, mint voltál. Látjuk rajtad, megváltoztál. Mennyire furcsa, igaz, hogy a világi emberek mennyire leveszik, hogy milyen tendenciák vannak az életünkben. Merre tartunk? Hova tart az életünk? És olyan jó volt látni az Isten drága munkáját, mert szabadító erejelem volt. És megragadt a szíveket az Isten. Hogy megmentsen embereket. Hogy a világ együtt el ne vesszenek. És azért van bennünk Istennek ez a hatalmas ereje, hogy amikor szavakat mondunk a Szentlélekkel együtt, akkor ebben a szavakban az Isteni hatalom megnyilvánul. És Isten elkezd cselekedni. Volt ott egy fiatal lány, aki boszorkánysággal foglalkozott, most meg Isten dicsőíti. Utolsó ige, bátorítású hangozzék a korintusiak azért első levélben, a Szentlélek kinyilakoztatása, 1 Korintus 15:50-től, vegyétek, fogadjátok szívetekben. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökli Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindjárt elhunyni, de mindjárt el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó hasonaszóra, és itt ugye nem az utolsó trombita szó van, hanem itt a végső kifejezés. Tehát azt jelenti ez a trombita, az egy korszakot lezáró trombita szó jelenti, tehát amikor megszólal az elragadtatás trombita szava, akkor lezárul az egyház korszaka. A kegyelem is az egyház korszakának véget ér, véget fogott érni. Miért? Mert elragadtatik az egyház a földről, egy új korszak jön, az Antikrisztusnak a korszaka következik. Abba lép be a világtörténelem.
egy korszak lezárása meg fog történni, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Ugye romolhatatlanná. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Halleluja. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Bátorította a szíveteket? Integessetek, ha igen. Ó, halleluja. Ez volt a szívemben, hogy bátorítsa a szellemeteket a drága Szentlélek az ige által. Elevenedjetek, legyetek bátrak, szabadok, szárnyaljatok az Isten dicsőségére. Vessétek le a bűnt, valljátok meg a bűnt, szabaduljatok meg a terhektől. Éljetek az Isten kegyelmével, hogy éljetek az Istennel. Az Úr Jézus Krisztus drága kegyelmével. Amen. Halleluja.